Köszöntöm Önöket! Tekintsék meg mai adásunk tartalmát! Március 4-én, pénteken, Nagy Tamás tartott előadást az ökoméhészetről Opusza Serena Vackor-Kuckóban. A most következőkben az eseményen készült felvételünk harmadik és egyben befejező részét tekinthetik meg. Hát mi is 2 mm, inkább olyan 1-1,5. Tehát ilyen kis kerek, ovális, hát majdnem kerek, ilyen, majdnem mint egy mini lencséhez hasonlítható, mert így teljesen lefedi a páncélja, fölül az egész hatján. A lábai nem is nagyon látszódnak ki a főső páncélja arról. De akinek van gyakorlata benne, az egy ilyen fehér lapon, ott a kaptár szemétből őkkel meg tudja számolni, hogy körülbelül mennyi van. Hát, hogyha esetleg összejön majd ez a nyári vagy tavaszi gyakorlati rész, akkor ott szerintem tudod is vonni. Betegségekről most így hirtelen más nem akartam mondani. Még visszatérnék annyira a rabláshoz, meg a betegségekhez, hogy azért az sem mindegy, hogy hogy tartjuk a méheket. Ez is a természetes méhészetnek egy jellemzője. Nem úgy tartjuk, mint ahogy a legtöbben ismerik, hogy egymás mellett fölsorakoztatva. Na, hogyha kimegyünk a természetbe, így nem látunk méheket, hogy ők egymás mellett sorakoznak, hanem egy méhcsalád a szomszédos méhcsaládoktól több száz méterre, vagy akár több kilométerre is van. Most nyilván minket valamennyire korlátoz a terület mérete, ahol vagyunk, de én megpróbálom a területünkön úgy elhelyezni a méhcsaládokat, hogy azok minél távolabb legyenek. 50-100, de ha lehetőség van, akár még messze, tehát 50-100 méterre nyugodtan. Ha nincs, akkor lehet persze 20-30 méterre is, de minél messzebb legyenek egymástól. Kicsit közelítsünk a természetes felé. Lehetőleg ne egymás mellett sorakozzanak, még ha csak 10 van, akkor sem. Próbáljuk megszélosztani. Vagy akár azt is lehet, aki olyan helyen lakik, hogy nem muszáj csak a saját kertemben, jóban vagyok a szomszéddal, vagy az 5. szomszéddal, akkor megbeszélhetem, hogy oda is rakok egyet, és neki esetleg nincs rá ideje, hogy foglalkozzon vele, de én attól még oda át tudok menni. Tehát egy kis területen kialakulhat egy kis mély állomány. És akkor ez nem csak a betegségek miatt fontos, hogy nehezebben terjedjenek, mert ugye egy olyan méhészetnél, ahol 500 kaptár föl van sorakoztatva egymás mellett, ott nagy az úgynevezett eltárolás. Az azt jelenti, hogy jön egy méhecske, és lehet, hogy a szomszéd kaptárba fog visszamenni. Na most az őrök azt megérzik rögtön, hogy ő nem oda valósi, de hogyha ő nektárt hoz, virágport, főleg nektár, lekenyerezi az őröket, gyakorlatilag mehet. Tehát ha hoz valamit, akkor beengedi. És akkor ez így szokott menni, hogy akkor ott keverednek jobbra-balra méheket. Persze egy kis százaléka, de azért mennek jobbra-balra. Tehát, hogyha ott megjelenik egy betegség, az nagyon hamar az összes kaptárban végig. Ugye a másik meg, amiről szintén már beszéltem, az a rablás veszély. Tehát, hogyha bejönnek a nyári aszályok, már a télre próbálnak a mézkészletükre fölkészülni a méhez, akkor, és nincs hordás kint, akkor megpróbálnak egymástól rabolni. Ha nem elég erős a méhcsalád, hogy megvédje magát, akkor bizony lerabolja a szomszéd méhcsalád. És hát minél messzebb vannak, annál kisebb az esélye, hogy oda kerüljön. Ennyiből is jobb egy kicsit állat tartani. No. Nem tudom, hogy állunk időben, hogy tartsunk még szünetet, vagy most már... Már lassan vége is. Hát akkor viszont akkor gyakorlatilag kérdésekre van már csak idő. Még hogyha vannak ilyen képeid, azt kérdezik. Néhány, hát itt csak még. Jó. Addig gondolkozzatok a képek, vagy a kérdéseket, és amit megkeressük. Amíg meleg kell, akkor most kérdünk, hogy nincs.
Na, tehát még mielőtt a képeket beállítja a kincső, annyit mondanék, hogy bárki, aki készítést érez arra, hogy a kertjében hátul legyen egy-két mély család, én mindenkit csak bátorítani tudnék. Persze nem árt, hogyha van egy kis ismerettsége méhésszel, főleg, hogyha kezelni akarja valamennyire a méheit. De hogyha nem vágyik mézre, és azt mondja, hogy nem kezeli őket, csak most kipróbálja, hogy milyen család élete ott hátul, akkor simán meg tudja csinálni, hogy akár egy rönkodott, vagy anasztázia kastor, valamit berakod a hátra, segít esetleg egy méhész betelepíteni egy rajt, mondjuk azt nyilván meg kell egyezni vele, hogy akkor hogy adja, mennyire adja, mert egy méh család nem olcsó. Tehát maga egy termelő család 30-40 ezer forint, plusz a kaptár, de még egy rajt is ilyen 15-20 ezer forint is szoktak adni. De ettől függetlenül vannak olyan méhészek, akik nem akarják, találnak valahol egy rajt, és nem akarják befogni, mert félnek, hogy betegséget hoz be, vagy valami. Ilyet is mondjuk lehet, hogyha megbeszélje az ember környező méhészekkel, hogyha van egy olyan raj, amit esetleg ők nem akarnak tartani, akkor szívesen befogadnátok, akkor szerintem egy ilyen rajt simán be lehet telepíteni. A másik módszer, hogyha meg nem akarom telepíteni, amit mondtam, hogy kirakunk egy alkalmas méhlakást, azt szépen bemiaszozzuk, bepropoliszozzuk, kérjünk valamelyik méhésztől, és akkor várunk a jó szerencsére, hogy hát ha valamelyik évben megtelepszenek, illetve egy kis mesterséges segítséget is lehet nekik adni. Létezik ilyen feromon kapszula. Ez ugyanaz a feromon van benne, az a nazanon feromon, amit ők a méhek kibocsátanak. 1-2 ezer forint egy ilyen kapszula, és az, hogyha körzetben valahol pár kilométeres körzetben szoktak rajzások lenni, akkor az nagy eséllyel bevonza valamelyik rajt. Na, akkor megnézzük, hogy ha nincs több kérdésed, akkor hogy méhecske nincs méhecske. Abban az esetben, hogy a raj például nagy akásztán van, egy magas akásztán is 6-7-8-9-10 méter magasra van, akkor beszeretnénk fogni rajta, akkor elméletleg léteznek ilyen teleszkópos orgázolban, ilyet beleszereznék Magyarországon? Hát én megmondom őszintén, csináltam egy ilyet, nem is teleszkópos, hanem két részből állott. De nem ilyen hosszú, tehát mondjuk én fölmászok 6-8 méterre is, ha fel létrán van. Mert nekem van egy ilyen három tagú hosszú létrán, amit fölér szerintem 6-8 méterre. Hát én már fogtam be ilyen magasságban is, de van, ennek ellenére vannak olyan helyzetek, hogy mondjuk egy fának a kinyúló szélső legszélén lévő ágára telepszik rá egy család, és oda már sehogy sem tudsz hozzá, mert létrát nem tudsz hozzá támasztani, belülről nem tudsz kimászni. Na, olyankor lehet ilyet csinálni, hogy belülről szépen megpróbálok egy szárkkal alányulni, és akkor ugyanígy megkocogtatom, beleesik a napja, azt gyorsan leviszem, és akkor ugyanez a fántelepítésen. Igen, használom. Kell egy olyan szák, ami ugye elég sűrű szövés, ilyen nagyon finom, ilyen tüllanyagszerű, elég mély öblös, úgyhogy ha beleesik az összes méhecske, akkor megfordítom, hogy ne tudjanak kimenni, és akkor úgy viszem le, ezt illetve már. Sőt, az enyém azt hiszem olyan, hogy alulról kioldozható, és akkor nem is kell megfordítani, hanem csak lefelé kiindítom az egészet. Tehát vannak ilyen módszerek, de azért kezdőknek ezt nem ajánlom, mert ez azért egy elég macerás megfogni. Meg hát olyan is létezik, hogy még így se tudom megfogni, benne van a pakliban, hogy a rajoknak egy része az elmegy. Azért a legtöbb mély család az minden évben rajzik, tehát olyan esetben nem rajzanak, hogyha nagyon gyenge volt előző évben a raj, és még nem erősödött meg annyira, hogy rajzani tudjon, vagy abban az esetben, hogyha mondjuk az atka vagy valami miatt nagyon legyengült télen, vagy még össze, és nagyon kicsi az áttelelő mennyiség, olyankor előfordul, hogy nem rajzik abban az évben, de alapesetben minden évben rajzik egy. Mesterségesen szétszedem. Olyan is létezik, így van. Csak akkor érdemes megválni, hogy ők amúgy is
Mondjuk jó, hát ha nem akar rajzolni, akkor nem fog anyabölcsöt sem húzni. Azt akartam mondani, hogy érdemes megbánni, hogy anyabölcsöt húzom, akkor ezt van szél. De ha nem húz anyabölcsöt, akkor is szét lehet osztani, csak akkor ők maguk fognak csinálni anyabölcsöt meglévő petékből, vagy nagyon fiatal álcákból. Ugyanis még azt is befolyásolni tudják, hogy ha már be is indult egy álcának a fejlődése dolgozó irányba, de még nem kapott csak mépenbőt, akkor még azt át tudják alakítani, úgyhogy mégis anya fejlődjön belőle, bár állítólag ez az anya nem lesz olyan életerős, meg olyan nagy, mint egy mentes anyabölcsöt a fejlődött anya, de ilyen tartalék meg volna. Vagy vásárolunk anyát. Igen, vagy lehet tartalék anyát is csinálni, tehát hogyha az ember azt mondja, hogy van egy, mondjuk egy kicsi raj, amit amúgy lehet, hogy nem sok esélye lenne, hogy áttemeljen, de arra jó, hogyha hirtelen valamelyik családom elanyátlanodik, mert sajnos ilyen is előfordul, akkor megvannak a módszerek arra, hogy egy másik anyát hogy tudok kiadni, úgyhogy aztán folytassa a petézését. Mert ugyanis, hogyha nincsen anyja egy családnak, valamiért elpusztul. De ugye normális esetben úgy van, hogy természetben akár 4-5 évig is él egy anya, de mielőtt még nagyon kiöregszik, azelőtt a mély család elkezdi az új anyát nevelni, és van egy úgynevezett csendes anyaváltás, amikor nem 20-30 anyabölcsöt húz, hanem csak 3-4-5-öt, tehát azt már tudja a mélyhez, hogy akkor csendes anyaváltásra készül, akkor nem lesz belőle rajzás, akkor csak az történik, hogy ki kell valamelyik új anya, az olyankor le is szokta ölni az összes többit, amit még nem kell ki, és elmegy párzani, és amikor bepázott és visszajött és elkezdi rakni a petélyt általában, akkor vagy elpusztítják, vagy kimegy, vagy valami történik a régi halálban. Tehát, hogy két anya ugyan hosszú távon nem maradhat meg egymásra. Van a kilehetőség. Na, akkor bemutatok egy pár képet így a rajzásról. Hát van olyan eset, amikor nem faágra terepszik a négy családok, mint éppen egy esős idő volt. Ezeket egy kicsit nehezebb befogni, mert ugye nem tudom egy faágról itt leütögetni, lerázom. Hanem ezek fix helyen vannak, és akkor jön a söpény. Mehetünk tovább. Előtte célszerű egy kicsit vízzel befújni őket, akkor kicsit lenyugszanak, nem repülnek annyira, nem akarnak annyira röpködni. Aztán jön a következő lépés. Na, ilyenkor annyira szelídek, hogy így bele lehet nyúlni, amit mondtam. Tehát nem bántják az embert, mert ők egyrészt azért, mert nincs semmit védeniük, tehát nincsen mézkészletük, ugye, meg nincsen fiasításuk sem. Másrészt meg el vannak foglalva azzal, hogy ők most keresik az új helyet. És akkor ilyenkor egész szelíd. Aztán jön a söprés, alá a rajláda, és söprés. Na, az már nem annyira szokott nekik tetszeni, olyankor azért elő szokott fordulni egy pár csípést, de hát ez benne van a pakliban. Nagy része, ha bele van söpörve, akkor lerakom a földre, vagy egy legjobb egy székre mondjuk, egy kicsit magasabban van, és aztán ha tovább menjünk, akkor láthatjuk, gyorsan rárakom a tetejét, akkor ők már húzódnak föl belülről, de közben nyitva marad a bejárónyílás, és hogyha megnézzük, lehet, hogy lesz olyan kép. Ezek még a fönt maradtak, ugye egy részük az fönn marad, söpréssel elve nem lehet mindet olyan jól lesöpörni. Mindegyiknek fönt szinte a potroha, és mindegyik hívja a többi méhecskét, amik ott dzsonganak körülöttük. Ilyenkor is elég szelidek. Hát egy méhész rajbefogás felszerelése, ugye nem árt egy füstölő, ha van. Az amúcsát egy méhésznél. Én nem szoktam orvaszára füstölni, és nem is látom értelmét, mert sok méhész azzal kezdő, hogy automatikusan füstöl, kinyitja a füstöl, és folyamatosan füstöl, és szinte ilyen füstszagú lesz a méhész is. Mit füstöljünk? A füstnek az a funkciója, hogyha mondjuk azt akarom, hogy egy kicsit visszahúzódjanak a méhek. Tehát például akkor, amikor visszarakom a tetőt, nem akarom, hogy összenyomjam azt a csomó méhecskét, akkor egyszer-kétszer rájuk fúhintok, és akkor visszahúzódnak. És akkor gyorsan rábírom rakni a tetőt, vagy ha visszarakok egy ilyen gyűrűt, akkor vissza tudom úgy rakni, hogy előtte egy kicsit körbefüstölöm, visszahúzódnak, és akkor rábírom rakni úgy, hogy ne nyomjam össze őket. Most a füst az úgy működik, hogy az a füst hatására ők visszahúzódnak, és elkezdik magukat felszívni mézzel. Tehát szinte lenyugszanak ettől, hogy mézzel felszívják magukat, ugyanis
azt hiszik, hogy jön az erdőtűz. Most egy erdőtűznél mit csinál egy természetes mélycsalád? Megpróbálja minél jobban felszívni magát mézzel, és hogyha menni kell, akkor kirajzolnak, ugye. Ott hagynak lépet, fiasítást, mindent, de hogyha kirajzolnak az anyával együtt, akkor még van esélyük, hogy egy új helyen újra megtelepedjenek. És hogy minél több mézet vigyenek, ezért felszívni. Hát ugyanezt történik egy korban. Ezt utánozunk egy kicsit. De én azt mondom, hogy füsttel csak úgy csinál benne az ember, amikor nagyon muszáj akkor. De valamikor meg se gyújtom a füstölőt. Amikor látom, hogy olyan szelidek és hordanak folyamatosan, akkor nem füstölök, akkor el vagyok füstnek is. Mivel füstölsz? Valami fűrészpor vagy? Hát én ilyen kisebb fadarabokat szoktam, meg vannak ezek a taplós fák például. Ezek a taplóban? Hát nem is maga a bomba, hanem azok a fák, amik már ilyen korhattak mondjuk már, azok elég jó füstölnek. Ilyeneket lehet. Hát lényeg az, hogy füstölj. Ugye rákutja a szár. Levendulaszár. Na, egyébként a levendulaszár az még az is jó, mert van benne illóolaj, és még az attól is potyog valamennyire tőle. Tehát ilyeneket is lehet alkalmazni. Füstölés közben is levendula bele, aztán potyogjon az attól. Ugye nem állt egy hosszú ujjú ing. Van, aki kesztyűt is húz, én nem szoktam kesztyűt húzni. Meg van egy ilyen árvágó is, hogyha nagyon a szélén van, és egyszer nem bírok, nem férek hozzá másképp, akkor van úgy, hogy levágom, és akkor azt a vékony ágat négy családostól, vagy rajostól együtt viszem le. És akkor nem is kell bele kocintani, és ahol vannak, akkor viszem így ágastól. Ez nagyon jó, azért nagy. Hogy Andrea Magyar, azért képződik, hogy egy rajon szemben áll, aki életem egyszer álltam szemben rajon, de az említett, hogy bench jumping az utat nem? Hát főleg az első jutatását, igen, nekem is az első egy-két önállói befogás, az hosszú előkészület, lelkileg is rákészül az ember, és aztán izgalmas, de aztán rájön az ember, hogy nem olyan döntömés, és pár alkalom után kis gyakorlatot szerez, akkor már jelvezetessé válik, mint a bungee jumping is. Egy idő után. Nem érdemes pálinkával lerobbulni. Ja igen, azért a méhek nagyon érzékenyek az illatanyagokra, tehát parfüm, erősebb szappan illat, akkor alkohol illat, ezt nem szeretik a méhek, és agresszívűen vannak. Na és akkor itt ez egy tipikus helyen van, ugye egy akácfán, hát a hosszú létre ki van húzva, mondjuk 3-4 méter magasan, szépen alárakom a fonott kast, ez éppen ennek a párja, erre lett mintázva, hogy majd én átdobolom, de még odáig nem jutottam el, nem az, ami benne van, hanem egy pont ekkora. Az átdobolásnak az a lényege, hogy a teli kast fölfordítják, arra ráraknak egy üreset, szépen elkötözik, hogy sehol se tudjon kimenni a méhecske, és akkor elkezdik egyenletes ütembe dobolni, és akkor ennek a rezgésnek a hatására az összes méhecske fölfelé menekül, mert ez nekik egy természetes ösztönük, hogy fölmenjenek, és akkor bemennek az üresbe, és akkor el tudom úgy venni, hogy alul csak a fiasítás meg a lépkészlet része el, de a négy család megmarad. Sajnos régebben ezt is alkalmazták, de inkább a kénezés volt elterjedt, hogy annyi családot neveltek, hogy egy részét azt levölték. Úgy is szokták mondani, hogy levágják, mint a disznót. Levágták, azt ott volt a méhész. Fiasításastól, az elestől. Azért én nem szeretnék így méhészkedni. De ez a dobolás, ez még belefér. Hát ez annyi, hogy akkor egy egyszerű nagy veszteség, az összes lép meg minden, de ezt majd egyszer ki akarom próbálni, hogy hol mehetünk. Na ez például egy ággal együtt lett levágva, mert szerintem nem fértem teljesen hozzá, és akkor itt még az ágon rajta vannak, hát nyilván ott majd meg kell fogni, és akkor egy kicsit lerázni. Amikor be van telepítve, vagy amikor benne van már a raj, előtte mindent elő kell készíteni, tehát ott van már a szék, látjátok, hogy ne a magas fűbe rakjam, mert ott elrész a sok méhecske, rá van rakva egy lap, egy műanyaglap, vagy valamilyen karton, vagy bármi, hogy aztán azzal együtt tudjam vinni, tehát hogy legyen valami alja neki, és aztán először föl van még támasztva, hogy itt végig alul legyen rés, hogy befelé tudjanak a méhecskék menni, ne csak a bejáró nyílás legyen, aztán ha már nagy része bent van, akkor le is tudom teljesen rakni, és akkor már vihetem a végleges helyére. Oké? Na itt látszanak a méhecskék, ahogy ez fordítva van, 90 fokba képzeljétek elforgatva, de teljesen mindegy, szóval ott az alja, az oldala. De hát látszik, ahogy itt a
bocsátják ki a feromonokat ugye a potros szelvényeink között. Ez az anasztázia kas így nyílik alulról. Kérdeztétek, hogy néz ki alulról. Hát ennyi csak. Van egy deszka alja, illetve a középen álcsos. Na itt már a második évben, amikor a raj már tovább építi a népkészletet. Tehát ez egy olyan 80-100 literes körülbelül ez az anasztázia. Ez már elég ahhoz, hogy elférjenek. És kesztyűt sem használsz soha? Nem szoktam. Én úgy vallom, hogy ha annyira csípnek a méhesték, akkor nincs dolgom benne. Akkor inkább abba hagyom. Pár csípés az meg kifejezetten jót tesz. A méhész ilyenkor tavasszal már szinte várja, hogy mikor kezdtek el méhészkedni, hogy az első csípést megérezze. Hát egyébként nagyon jól hozzá lehet szokni, tehát az első néhány csípés az nekem is földagadt, meg minden, ahogy lenni szokott. És aztán pár csípés után most már olyan, mint egy szülő csípés, észre sem teszem. Nem akarja az ember, meg kipiszkálja gyorsan a fullánkot, mert ugye az lüktet ott tovább még. Ezt gyorsan kipiszkálom körülbelül, és akkor észre sem teszem. Egy kicsit, na ez az az eset, amikor az anasztázia kasból akartam elvenni egy kis mézet. Hát nem volt egyszerű, mert ugye tele volt méhekkel, ahogy a pár képpel korábban láttátok. Hogy itt az egyik oldalát próbáltam füstölni, hogy átmenjenek ugye a másik oldalon a méhek. Látszik, hogy ez újabb építésű, itt még nincs is fiasítás, hanem itt szinte biztos, hogy csak méz van. És akkor tovább megyünk, akkor... Na, itt már le tudtam törni egy alsó darabot, de ebben éppen nincsen még méz. És akkor egy kicsit, amikor tovább mentünk, akkor na itt már ilyen darabokban lehet kiszedni. Tehát egyben nem nagyon tudom, és közben azért csurog a méz ide-oda, ugye fölülről lefelé, akkor már a söprű, torsöprű is, mert tiszta mézes, akkor állam mosni kell. Kicsit kacifántos, de azt hiszem, hogy egy kiló, vagy másfél kiló, amit körülbelül így elvettünk belőle. Ez meg egy konvencionális, tehát ez azok közül, amik megmaradtak még nekem, tehát amit mutattam keretes, azok a méretű keretek vannak benne, amiket mutattam is. Most a konvencionálisat is lehet egy kicsit barátságosabbá tenni. Pont ezt akartam kérdezni. Hogyha nem akar az ember műlépet használni, akkor én így oldottam meg, hogy rakok bele egy középső lécet, és akkor nincs az a veszély, hogy kiszakadna. Ugye a lépet dróttal rögzítik a méhészek, ebben se drót nincs, sem műlép, tehát itt szabadon építik, és ugyanúgy kell kiképezni ezeket a léceket, hogy ilyen háromszög profilú van, mint ahogy ezeknél látszik. Tehát ugye itt háromszög profilú azért, hogy ott kezdjenek el építeni lépet, és ezt be is szoktam húzni méviasszal, akkor arra készítettem őket, hogy itt kezdjék el építeni, nem össze-vissza. Tehát ennél ugyanezt meg lehet csinálni ennél. Itt látszik a mézkoszorú még benne. Itt volt a fiasítás, aztán ebbe is hordtak valamennyi mézet még. Az benne maradt. Hát ezt majd tavasszal, hogyha valamelyiknek nagyon szükséges, akkor adhatok még mézet. Mehetünk tovább. Na hát itt... Ja, itt atka számolás történik. Tehát így néz ki egy alsó lap. Ugye úgy van kiképezve, hogy oda pont be tudok csúsztatni egy lapot, tehát ilyen léctalpakon áll körbe az egész, alulról rácsos, és akkor oda be tudok egy ilyen műanyag lapot csúsztatni, és akkor naponta, bizonyos időszakonként naponta meg tudom számolni, hogy akkor egy nap, egy 24 óra alatt mennyi atka húgy. Ott számolhatjuk itt. És így néz ki egy szép fias keret, ugye ezek a sötét részek, ez mind a fiasítás, nagy része, hát a közelről lenne látszódna, hogy ezek már fedettek, itt talán nem annyira, és akkor ez a mézkoszorú, ez a sárgább itt körben. Hát ugye ezekből a konvencionálisokból meg pörgetéssel veszik ki a mézet, az úgy történik, hogy először a fedett mézes sejteket föl kell ezzel a fedelező villával le kell fedelezni, mert ugye ez nem a fedve viasszal, van egy speciális villa hozzá, ezzel le lehet szépen a fedelét szedni, és aztán, ha tovább megyünk, akkor így folyik ki a pörgetőből a méz, illetve ha fölülről is megnézzük, akkor így rakjuk bele a fedeteket. Hát, ez a
Hogyha elmegy az ember manapság egy méhészetbe, akkor ilyenféle van. Így pergetik ki. Ez a rakodókas, ugye azt említettem, hogy oldalt ilyen viaszhidakkal rögzítik a lépeket, és akkor ahol nagyon oda van rögzítve, ott ez egy ilyen hosszú késsel át szoktam várni a fal mellett, hogy ki tudja a sérülésmentesen szedni. Okay. És akkor egy fiók meg így néz ki alulról. Tehát, hogyha mondjuk az ember anyabölcsöt keres, olyan időszakban, hogy kíváncsi már, hogy fogja rajzolni a család, akkor nem is muszáj kivennie ebből a típusból egyesével lépeket, hanem csak fölnyit egy gyűrűt, és megnézi, az anyabölcsök azok ugye mindig alul vannak. Azok sose itt középen vannak itt benne, hanem mindig a oldalt vagy alul csüngenek, mint ahogy ennél is. És hogyha így fölnyitok egyet, és látom már, hogy itt vannak, meg tudom nézni, hogy nyitott-e, vagy fedes, van-e benne pete, vagy mekkora álca van benne, akkor már nagyjából abból tudok következtetni, hogy ez mikor fog rajzni. Tehát kinyitod a bölcsöt olyankor, mert te kucskáztad, kinyitod kisebb? Igen, nem, ja, ez nem, így látható. Van egy lámpa, belevilágítok, és akkor látom, hogy na ott a pete, vagy ott egy két-három napos lárva. És ugye megvan az idő, hogy 16 napig fejlődik egy anya, és akkor ki tudom számolni, hogy körülbelül mikor várható ilyen pár nap pontossággal. Na most így 3-4 nap pontossággal meg lehet mondani, hogy mikor rajzik az adott család. Viasszal nem virod, mert az nem feltétlenül. Proforisszal lehetne, de hát ott nem tudunk bevonni, mint a méhek. Következő felvételünkön az Opus Szeszelen tartott szentmisét tekinthetik meg, melyben szó esett a passióról és az utolsó vacsoráról is.
idejében virágvasárnapi szenvedés történet Lukács evangéliumából fog elhangzani. Lukács evangéliumát szokták úgy is írni, hogy az irgalmasság evangéliuma, sokan közülünk tudják, Ferenc pápa meghirdette, jelenleg is tart az irgalmasság rendkívüli éve, így érdemes ennek megfelelően hallgatni ezt a szenvedés történetet. Vannak benne olyan kis, apró, finom jelenetek, amelyek más evangéliumok szenvedés történeteiből hiányoznak. Például, amikor majd hallani fogjuk, hogy Péter harmadjára is letagadja azt, hogy ismerné Jézus, akkor itt nem csak annyi szerepel, hogy keserve sírásra fakad, hanem Jézus visszanéz Péterre, találkozik a tekintetük, és el lehet képzelni, hogy Péter milyen módon érzi magát ebben a pillanatban, hogy teljesedett az, amit Jézus mondott, valóban letagadta a félelemből, hogy ismerné őt, és mégis ott lehet abban a tekintetben Jézus irgalmassága, hiszen valószínűleg nem úgy néz Péterre, hogy na, megmondtam, hogy le fogsz szakadni, és bekövetkezett, hanem azzal az irgalmas szeretettel, ami majd segít Péternek, hogy ne Júdás sorsára jusson, aki úgy gondolja, hogy már menthetetlen az eset, amit elkövetett, hanem bánatot gyakorol, és Jézus megbocsájtja természetesen. Ugyanígy a gyógylatornak a példája, még ma velem ezzel a paradicsomban, szintén csak így szerepel. Valamint Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet, egy szép zsoltár, amit estímaként szoktak Izrael fiai elimádkozni, azt hallgatjuk most Jézus keresztván való imádkozását, ami ugye egy kicsit különleges, hiszen ő nem csak azt mondja, hogy kezedbe ajánlom lelkemet, hanem mivel ő különleges kapcsolatban áll az Atyával, ezért azt mondja, hogy Atyám. Ennek megfelelően próbáljuk most majd hallgatni ezt a szenvedés történetet. Nem lesz a rövid, úgyhogy majd mindenki készüljön fel egy jó néhány perces olvasásra. A Szent Misét az Augusta Szerény Egyházközség tagjaiért ajánlom föl. Könyörögjünk. Mindenható örök Isten, üdvözítünk példát adott nekünk az alázatosságra, amikor szent akaratodból emberi testet öltött, és vállalta a kereszt halált. Segíts jóságosan, hogy kínszenvedésének tanítását megértsük, és társai lehessünk feltámadásában. Aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
Isten felmagasztalta őt, és olyan nevet adott neki, amely fölötte van minden névnek, hogy Jézus nevére hajoljon, mert minden tér a mennyben, a földön és az alvilágban, és minden nyelv hirdesse Jézus dicsőségére, hogy Jézus Krisztus az Úr. Ez az Isten ige. Be kell következnie annak, amit az írás rólam mond.
a gonosztevők közé számították, sorsom ugyanis beteljesedik. Uram, mondták, négy, van itt két bar. Erre csak annyit mondott, elég. Ezután kiment és szokása szerint elindult az Olajfák hegyére, a tanítványok is követték őt. Amikor odaért, azt mondta neki, imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Azután mindegy kőhajtásnyira eltávozott ő, és tértre borulva imádkozott. Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a kelyhet, de ne az én akaratom teljesüljön, hanem a tiéd. Ekkor megjelent neki az égből egy angyal, és megerősítette. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még kitartóban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Majd abba hagyta az imát, és visszament az tanítványokhoz, de a szomorúságtól halva találta őket. Rájuk szólt, miért aludtok? Keljetek fel és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. Mielőtt még befejezte volna szavait, egy csapat érkezett. Júdás vezette egy a 12 közül. Jézushoz lépett, hogy megcsókolja. Jézus megkérdezte, Júdás, csókkal árulod el az ember fiát? Amikor a tanítványok látták, hogy mi készül, megkérdezték, Uram, rám csókkal adod ellenük? Egyikük mindjárt le is sújtott a főpap szolgájára, s levágta a jobb fülét. De Jézus leintette, hagyjátok, elég. Aztán megérintette a szolga fülét, és meggyógyította. Az ellene kivonult főpapoknak, a templomőrség tisztjeinek és a véneknek pedig ezt mondta. Mindegy rabló ellen úgy vonultatok ki gardokkal és dobongokkal. Naponta ott voltam a templomban veletek, mégsem emeltetek rám kezet. De ez a ti órátok a sötétség hatalmáé. Miután elfogták Jézust, a főpap házába vitték. Péter messziről kísérte. Az udvar közepén tüzet raktak, és körbeülték. Péter is közéjük ült. Egy szolgáló meglátta, hogy ott ül a tűznél. Szemügyre vette, aztán megjegyezte. Ez is vele volt. De Péter fogadta azt, hogy nem is ismerem őt. Nem sokkal ezután más valaki is észrevette. Te is közéjük tartozol, szólt neki. Péter tiltakozott, ember, nem tartozom közéjük. Alig telt el egy óra, valaki ismét bizonygatta. De igen, ez is vele volt, hiszen galileai. Ember, tagadta újra Péter, nem tudom, mit beszélsz. Még ki sem mondta, már is megszólalt a kakas. Az Úr megfordult, sátekintett Péterre. Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az Úr. Mielőtt, ha megszólal a kakas, háromszor tagadsz meg engem. Akkor Péter kiment, és keserve sírásra fogott. Az emberek, akik őrizték Jézust, csúfot üztek belőle és bántalmazták, szemét bekötötték és kérdezgették. Találd el, kiütött meg, és mindenféle szitkokat szóltak rá. Mihelyt megvirradt, összegyűltek a népvénei, a főpapok meg az írástudók, és a tanácsuk elé állították. Ha te vagy a Messiás, szólították fel, mondd meg nekünk. Így válaszolt rám, ha megmondom is, nem hiszitek el, ha pedig kérdezlek benneteket, nem feleltek. De az emberfia mostantól fogva a hatalmas Isten jobbján fog ülni. Erre egyszerre közbe vágtak, tehát te vagy az Isten fia. Ő pedig ezt mondta neki, ti mondjátok, hogy én vagyok. Mi szükségünk van még tanukra, mondták erre, magunk hallottuk a saját szájából. Ezzel fölkerekedett az egész testület, és Pilátushoz kísérték. Ott vándorolni kezdték, azt tapasztaltuk, mondták, hogy tévútra vezeti népünket, megtiltja, hogy adót fizessünk a császárnak, azt állítja magáról, hogy ő a Messiás király. Pilátus megkérdezte tőle, te vagy-e a zsidók királya? Magad mondod,
felelte. Pilátus erre kijelentette a főpapoknak és a népnek: nem találom semmiben bűnösnek ezt az embert. De azok erősködtek: tanításával fellázítja a népet Galileától kezdve egészen Júdeáig. Ennek hallatára Pilátus megkérdezte, hogy Galileába való-e. Amikor megtudta, hogy Heródes uralma alá tartozik, elküldte Heródeshez, aki azokban a napokban éppen Jeruzsálemben tartózkodott. Amikor Heródes meglátta Jézust, nagyon megörült. Régóta szerette volna látni, mert sokat hallott belőle, s remélte, hogy valami csodát létében. Sokat faggatta, de ő nem méltatta feleletre. A főpapok és az írásozók is oda mentek, és hevesen vádolták. Heródes akkor udvarával együtt kúnyt bűzött belőle. Csúfságból fehér ruhába öltöztette, aztán visszaküldte Pilátushoz. Ezen a napon Heródes és Pilátus jó barátok lettek, azelőtt ugyanis haragban voltak. Pilátus ismét összehívta a főpapokat, a véneket és a népet, s így szólt hozzájuk: elhívvezettétek ezt az embert, mint a nép lázítóját. Jelenlétetekben kihallgattam, de az ellene felhozott vádak közül nem találtam egyben sem vétkesnek, és Heródes sem, mert lám visszaküldte hozzám. Láthatjátok, semmi olyat nem követett el, amiért halált érdemelne. Megfenyítem hát, és szabadon bocsátom. Az ünnep alkalmával szabadon kellett bocsátania egy foglyot. Az egész nép akkor kiáltozni kezdett: vesszen el, bocsáss csak a szabadon Barabást. Barabást a városban történt fölkelés és gyilkosság miatt vetették börtönbe. Pilátus ismét hozzájuk fordult, mert szabadon akarta bocsátani Jézust. De tovább ordítoztak: keresztre, keresztre vele. Harmadszor is megkérdezte: de hát mi rosszat tett? Semmi véket nem találok, amiért halálra kellene ítélnem. Megfenyítem és szabadon bocsátom. De azok nem tágítottak, hanem egyre elszántabban, egyre hangosabban kiáltották, hogy feszítse keresztre. Erre Pilátus úgy határozott, hogy enged követelésüknek, szabadon engedte hát kérésükre azt, aki lázadás és gyilkosság miatt került börtönbe. Jézust meg kiszolgáltatta nekik akaratuk szerint. Ahogy elvezették, megállítottak egy cirenei ember, Simon, aki éppen a mezőről tartott hazafelé. Vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. Nagy tömeg követte, asszonyok is, akik jajgattak és sírtak miatta. Jézus hozzájuk fordult és így szólt: Jeruzsálem leányai, ne engem sirassatok, inkább magatokat sirassátok és gyermekeiteket, mert jönnek majd napok, amikor azt fogják mondani: boldogok a magtalanok, és akik nem szültek és nem szültattak. Akkor majd kiáltani fogják a hegyeknek: komoljatok rám, és a dolgoknak: takarjatok el. Mert ha a zöldelő fába így tesznek, mi lesz a sorsa a kiszáradt fának? Két gonosztevőt is vittek vele, hogy kivégezzék őket. Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponyahelynek hívtak, ott keresztre feszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig ezt mondta: Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek. Ruháján sorsot vetve megosztoztak. A nép bánkiszkodott, a főtanács tagjai gúnyolódtak. Másokat megmentett, mondták: most mentse meg magát, ha ő a Messiás, az Isten választotja. Úgy tűztek belőle a katonák is, oda mentek és ezettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat, mondták. Feje fölé görög, latin és héber nyelvű feliratot tettek: ez a zsidók királya. Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: nem te vagy a Krisztus, szabadítsd meg hát magadat és minket is. A másik rászól: nem félsz az Istentől,
hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. Mi legalább tetteink, mi a jó büntetését kapjuk, de ez semmi rosszat sem tett. Aztán hozzáfordult. Jézus, emlékezzél meg róla, amikor eljössz uralmadban. Ezt válaszolta neki. Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. A 6. óra körül sötétség támadt az egész földön, és egészen a 9. óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függőnye közében kették hasat. Jézus ekkor hangosan felkiáltott. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehette lelkét. Azt kérik a farizeusok, hogy
Mester, mondd azt a tanítványainak, hogy meg a népnek, hogy hallgassanak el, mások ez azért ilyesmiket nem mondjanak neked, mert ez mégiscsak a messiásra tartozik. Akkor Jézus azt mondja, hogy ha ők elhallgatnak, akkor a kövek fognak megszólalni. Most viszont, amikor hallhattuk, hogy a tanítványok mondják, hogy itt van két kard, meg később még egyszer mondják, hogy hát Uram, menjünk neki, harcoljunk érte, akkor Jézus annyit mond, hogy elég, most nincs itt az ideje. Az, ami történik, az azért történik, mert ő megengedi. Van hatalma Jézusnak arra, hogy odaadja az életét, és van hatalma arra, hogy visszavegye. Ezért egy óriási ajándék mindannyiunk számára az a történet, és főleg majd az, ami történik fog mindezek után, a sírvatétel után. Szereplők, különös szereplőkkel is találkozunk a mai passióban. Sokrator, akit már említettem, aki az utolsó utáni pillanatban szinte halál előtt tér meg, így lesz Jézus tanítványa, és Jézus nem nézi azt, hogy most már késő lesz megtérni, hiszen itt vagy a kereszten velem együtt, hanem azt mondja neki, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Pedig csak pár szót szóltál az érdekemben, csak egy kicsit mutattad meg azt, hogy hiszel abban, hogy nem akárki az, aki melletted föl van feszítve. Ugyanígy igaz a római századosra, aki egy római vallású ember, nem nagyon tudhatja, hogy mi a Istenjét, legalábbis zsidó szempontból, és mégis amikor látja Jézus halálának eseményeit, akkor azt mondja, Jézus kileheli a lelkét, és a százados azt mondja, hogy ez valóban igaz volt, valóban igaz ember volt. Mi tudjuk, hogy nem csak egy igaz ember volt, hanem egy igazi Isten ember is volt. És ugyanezt történik, amikor jön Arimatai József, és szintén Jézus tanítványa lesz, hiszen fogja a befolyását, és bár ő nem ért egyet a határozattal, megy és elkéri Jézus testét, és gondoskodik arról a sziklasírról, ahonnan majd Jézus harmadik nap reggelén föltámadhat. Mind a hárman különböző emberek egy kicsit külön utakon kerülnek bele Jézus történetébe, Arimatea József és a százados és illetve a jókator is. Ha ez nem történik így, akkor valószínűleg, főleg a József kivételével a másik két személy valószínűleg nem is találkozik Jézussal. Itt azonban megadatik nekik a lehetőség, és ők választ adnak neki. Igényük azt, hogy ők Jézus tanítványai szeretnének lenni, még ha csak egy nagyon rövid idő is áll a rendelkezésünkre. Nekünk több idő áll a rendelkezésünkre, mi jobban föl tudjuk használni azt, hogy megismertük Jézust, megismertük az ő történetét, értünk való áldozatát. Kívánom azt, hogy olyan választ tudjunk adni, mint amilyenre Pál apostol bátorított bennünket a Szentleckében. Jézus nevére meghajol minden térd a mennyben, a földön és az alvilágban is. Ehhez csatlakozhatunk mi is. Az Isten ember szabadon, önként feláldozta magát értünk. Nekünk is megvan ez a szabadságunk. Önként, szabadon, önként hajthatunk a mi úrunk előtt. Hiszen ő értünk szolga lett, ahogy a vacsorán mondja az apostoloknak, én úgy vagyok közöttetek, mint egy szolga, mint aki szolgál nektek. És ezt tanácsolja mindannyiunknak. Tegyétek meg azt, amit tőle lát, vagy ha tőlem láttok, mondhatná az apostolainak. Kívánom, hogy ebben, a hitben meg tudunk erősödni. Így tudjuk átélni a nagyteti eseményeket, mindig hálásak tudjunk lenni azért, hogy az Isten ember meghalt értünk, és föl is támad, és életet akar nekünk ajándékozni, hogy olyan zöldellő fák lehessünk, mint amilyen élettel teli ő volt, és most is az. Amen. Testvéreink, halljuk meg közösen nekünket, hiszek egy Istenben. Thank you.
Legyen veletek, emeljük föl
szívünket. Adjunk hálát Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked. Mi úrunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten, Krisztus, a mi úrunk által. Bár ő maga semmit sem vétett, az ítélet ártatlanul érte, a bűnösökért mégis szenvedést vállalt. Az ő halála bűneinket elvette, feltámadása megigazulást adott nekünk. Az ő dicsőségét vallja ég és föld, vallják az angyalok és főangyalok, hangos szóval hirdetik, és vég nélkül zengik. Apostolokkal, Alexandriai Szent Cirillel,
Szent Benedek apáttal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtte, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélek egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Ha Isten Atyának fordítunk, testvérünk szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Thank you.
Atyám, ha nem kerülhet el ez a kehely anélkül, hogy ki ne igyon, legyen akaratod szerint. Könyörögjünk. Mennyei eledellel tábláltál minket, Istenünk. Könyörögve kérünk, hogy akik szent fiat halálából már sosem remélhetjük azt, amiben hiszünk, feltámadásának erejéből eljuthassunk oda, ahová megszűnünk. Krisztus, ami Úr által. Hirdetem a kedves testvéreknek, nagy hét a mai nappal elkezdődik, és tart egészen nagy szombat estéig. Ez annyit jelent, hogy azért a viselendünk is jelentősen változik. Akik bejöttek, már láthatták, hogy a kis hirdetőtáblánon ki van téve többek között az ünnepi szertartásrend is. Nagy hétfőn is, nagy kedden természetesen maradnak az 5 órai misék, így azokra nyugodtan lehet jönni. Nagy csütörtöktől kezdődik a változás, annyiban nem, hogy az időszak az ugyanaz marad, viszont nem egy hétköznapi mise lesz, hanem 5 órától nagy csütörtökön szent misét mutatunk be az utolsó vacsora emlékére, rövid szentségimádással. Aki azon a napon Szegeden jár, az 10 órától csatlakozhat az olajszentelő, krizmaszentelő szentmiséhez. A püspök úr, illetve a papság jó része ott lesz majd, ez az egyházmegye egy közös ünnepe, és akinek alkalma nyílik ezen részt venni, az ott is megteheti, és biztos a dombban, a székesegyházban nagy szeretettel várják, többek között az opusztaszerieket is. Itt este pedig ugye 5 órakor lesz lehetőség részt venni a szentmisét. Másnap nagypénteken 5:30-tól 16:30-tól keresztutat fogunk járni, nagypénteki keresztutat. 5 órától pedig ünnepi szertartásra kerül sor Jézus szenvedésének és halálának emlékére. Nagy szombaton, március 26-án, 20 órakor, vagyis este 8 órakor kezdődik a feltámadási szertartás, ami gyertyás körmenettel fog majd befejeződni. Március 27-én, jövő vasárnap, húsvét vasárnapján, 10:30-tól húsvéti föltámadási ünnepi nagymisét fogunk ünnepelni. 28-án pedig húsvét hétfőn szintén marad a vasárnapi miserend, ez azt jelenti, hogy 10:30-tól lesz lehetőségünk húsvét második napján szentmisére eljönni templomunkba. Szintén kint van az a kis plakát, amivel mindannyiunknak áldott nagy heti készülődést kívánunk, Imre atya is, jó magam is, valóban kívánom azt, Imre atyával közösen természetesen, hogy használjuk föl ezt az áldott időszakot, különösen a Szent Három napot, csütörtök, péntek és szombatot, amikor a keresztény hitének a legnagyobb tartalmát ünnepli, azt a misztériumot, ami elvezet bennünket a föltámadáshoz. Mindenkit, ahogy ott is lehet olvasni, nagy szeretettel hívunk és várunk a nagyheti szertartásokra és ünneplésekre. Mindenkinek addig is áldott fölkészülést kívánunk, és reméljük.
szeretnéjük örülni neki mi magunk is, Isten pedig aztán még inkább, bár ő a kevésnek is örül, a soknak is örül, úgyhogy nehéz kiigazodni rajta, de bizonyára is jobban örül annak, hogyha minél többen megtiszteljük ezt a szép nagy heti szertartásrendet. Mindenkinek Istentől megáldott, szép napot kívánok, úgy tűnik, hogy a motorosok száguldoznak, a nap pedig süt, úgyhogy nekünk is biztos lesz néhány jó pillanatunk a mai nap. Kívánok, hogy ezt tudjuk pihenéssel, ünnepléssel, baráti testvéri körben eltölteni, és hát most még egy kicsit van munkaidő, majd a nagy hét elején, de hát remélem, hogy a jövő hétvégére az ünnepekre egy való tekintettel is azért úgy több időnk marad ünnepelni. Imádkozzunk egyházunk. Thank you.
most következőkben a március 12-én lejátszott Zsombó Esse és Fekete István Esse Lajos Mize U10-es leány kézilabda mérkőzését tekinthetik meg. Yeah!
következő adásunkat március 25-én pénteken este 6 órától tekinthetik meg, melyben híreink mellett heti Mozaik című magazinműsorunkkal, valamint aktuális rendezvényfelvételeink jelentkezünk. Kedadásunk ismétlését vasárnap délelőtt 10 órától, még péntekedásunk ismétlését vasárnap délután 2 órától tekinthetik meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!